Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden egybegyültet a 2018-19-es 90 napos elvonulásunk záró tanításán. És felmerülhet a kérdés, hogy mire jó egy elvonulás legyen az 90 napos, 49 napos, 3 hetes, 1 hetes, 3 napos vagy akár egyetlen napos. Több ezer éve ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel. Ha mered meglátni az ember helyzetét ezen a planétán, akkor a sok-sok vallás, filozófia, tudományos irányzat és egyéb kísérletek ugyanarra a pontra mutatnak. Mik vagyunk mi, emberek, mi vagyok én, mint egyén, milyen világba jöttünk, amikor megszületünk, és hová távozunk, amikor meghalunk. Mi a dolgunk ezen a földön, ha egyáltalán van ilyen, és hogy működik ez a világ? Tudunk-e együtt működni, mint emberek? Ha igen, milyen szinten? Milyen eredménnyel? Tudunk-e otthon teremteni ezen a világon, anélkül, hogy lerombolnánk azt, illetve magunkat? Ezekre a kérdésekre megnyugtató válasz a mai napig nincs. És az a fejlődés, amit belül elérhetünk, az a talaja annak a növénynek, annak a hajtásnak, amely tanulságként, válaszként, esetleg bölcsességként és együttérzésként megjelenik bennünk. Amikor nagyon komoly létkérdéseket tesznek föl az emberek, akár maguknak, akár másoknak, akkor azt várják, tehát azt várjátok, hogy valaki megmondja, hogy miért vagyunk itt, mi a dolgunk, hogy csinálhatjuk ezt jól. És a világ egy jó része beleértve a buddhista, taoista részét, nem a készen kapott válaszokban hit. A mai napig kevéssé ismert tanítás a Buddha 16 megválaszolatlan kérdése. Csendel válaszolt akkor, amikor megkérdezték tőle, hogy az univerzum véges vagy végtelen, az emberiség véletlenül vagy szükségképpen született ide, van-e az inkarnációnak eleje és vége, az istenségek azért vannak, mert hiszünk bennük, vagy a tudatunktól függetlenül is léteznek. Ha meghallod, ezeket a kérdéseket már 2500 évvel ezelőtt föltették, és a világ egyik legnagyobb tanítója csendel válaszolt. Vajon miért? Gondold el, hogy egy vakembernek megpróbálod elmagyarázni, hogy milyen a napsütés. De te tudod, hogy az az ember képes a látásra. Nem próbálnád meg inkább a látását visszaadni neki? Ahelyett, hogy elmagyaráznád azt, amit soha nem tapasztalhat abban az állapotban. És éppen ezért a Buddha láttatta a csöndjével, és tanította a szótlanságával, hogy képesek vagyunk a felébredésre, és ezen kérdések mélységi tapasztalatára és a tapasztalatról szeretnék beszélni. Mindaddig, amíg a tudatunk bizonyos tisztasági fokot nem ért el, amíg ez a tudat és tükörtudat, amit az előbb gyakoroltunk, sérülékeny vagy gyenge, addig a tapasztalatunk sem tiszta, akkor nem tudjuk, még a kívülről kapott válaszokat sem helyesen érteni. És valamilyen gyakorlás nélkül, a tudat letisztulása és megerősödése nélkül, belülről sem kapunk választ semmire. Vagy amit kapunk, az érdektelemmel csak a szokásainkat ismételjük gondolatban, Szóban, érzelmekben és cselekedetben, csak azok lennénk, amiket megtanultunk, amiket érzékeltünk, amikben szokás alapon hiszünk, és nem pedig mély meggyőződés és tapasztalat alapján. Tehát egy elvonulás arra jó, hogy a tudat eredeti természetét tapasztaljuk, hogy méltók legyünk a válaszra, és kiderül, hogy amikor már az ember látja a fényt, akkor nem kell elmondani neki, hogy micsoda, mert tapasztalja saját maga. És ezért a buddha hallgatásában ott a lehetőség, hogy mi is felnőhetünk oda, arra a szintre, ahol a buthák és a bóthiszatvák vannak, mi is el tudjuk érni a felébredést, és ezzel elérni azt a szellemi autonómiát, amelytől igazán Tiszta, tudatú, együttműködésre képes lények leszünk. A társulás nem könnyű. Sem a párkapcsolat, sem a család, sem a nagyobb csoport szintjén. Ezek a társulások egyénekből állnak. Ha kettőből, ha csak párból, az vagy többből, vagy egy egész csoportból, akkor is egyénekből épül föl. És az egyének tudati tisztasága határozza meg a kapcsolat minőségét. Ha egy családban baj van, nézd meg, hogy milyen tudatok ülnek együtt a vacsoraasztalnál. Ha egy párkapcsolat nem működik, nézd meg, hogy a férfi és a nő mit hozott abba a kapcsolatba a saját lelkéből, a saját karmájából. Ha egy csoport nem működik, akkor nézd meg, hogy milyen gondolkodásmód ideológia, vallás vagy egyéb hitrendszer működteti, kontrollálja azt a csoportot. És így nagyon jól lehet látni a tudat vagy tudatosság közös teremtő erejét. És ez a teremtő erő az, amit keresünk. Azt hisszük, hogy ez nekünk nincs. Azt hisszük, hogy olyan entitástól vagy entitásoktól függünk, akik ezt elvégzik helyettünk. De nézd meg, hogy van benned valami, ami hallja ezt ami érti ezt, ami látja ezt, és ami azt mondja rá, hogy igen vagy nem, és ami a saját forrásából, a saját lelkének mélyéről újra teremtheti az egészet. És az igazi kérdés az, hogy mi közösen hogy gondolkodunk, mit érzünk, mit teszünk, és mit mondunk egymásnak. A személyiség négy nagy csatornája lefordítódik a társadalmi vagy családi együttélés négy nagy területévé. És ha csak ezt a négy jól látható dolgot megnézed, akkor tisztában kell lenned azzal, hogy mit teremtesz ezen a négy csatornán keresztül a másik ember számára, a párodnak, a családodnak és a csoportodnak. Négyféle alapkarma van, és az egyéni, az nem javítható meg csak az egyén által. A páros nem javítható meg csak a pár által. A család nem javítható meg csak az adott család által. És az egyik csoport szükségeltetik, hogy a másik csoportra is nézzen, és attól is tanuljon, hogyha fejlődni akar, és jobban akar működni. A buddha a létezés három alapjegyét, a mulandóságot, a kölcsönös függést és a tökéletlenséget, vagy befejezetlenséget nem azért mondta, hogy elkedvetlenítsen, hanem azért, hogy meglásd, mi az az életben, ami nem múlandó, ami nem kötött, és amire nem jellemző, hogy tökéletes vagy tökéletlen. Eredeti, tiszta önvalunkra nem jellemző, hogy bármilyen érzékszervi hatástól függene, bármilyen megkülönböztetés által tapasztalható lenne, vagy jellemző lenne a múlt, a jelen és a jövő hármassága. Az a tiszta jelenlét, amely a szemeddel lát, a füleddel hall, a testeddel cselekszik, és a száddal beszél, ez a jelenlét a maga tisztaságában már bőven elég lenne, mint tapasztalás. Amikor Ánanda megkérdezte a Magasztost, hogy mennyit tanít abból, amit tapasztalt, akkor azt mondta, Ánanda, látod itt az erdő alján a végtelen számú levelet? Azt mondja, látom magasztos, ennyit tapasztaltam, mondja a budha. És mennyit tanítasz ebből? kérdezte Ánanda. Akkor a budha felemelt egy marék levelet, és megmutatta Ánandának, és azt mondta, ennyit tanítok belőle. És Ánanda megdöbbent, és megkérdezte, de miért? Miért ennyit tanítasz belőle? Erre a budha így felelt. Azért, mert ez az a tanítás, amely elvezet a szenvedés tudatosságához, a szenvedés okának tudatosságához, a szenvedés megszüntetésének tudatosságához, a szenvedés megszüntetésének útján való elinduláshoz. Ez az, amire szükségünk van. Nézd meg az elmúlt 90 napot, vagy hogyha kevesebbet töltöttél itt belőle, vagy esetleg otthon gyakoroltál, hogy mi, mi mindent tapasztaltál, mi mindent éreztél, mi mindent gondoltál, mennyiféle meditációs élményed volt, ebből mennyi használható. És teljesen természetes, hogy csak egy maroknyi. Az nem baj, hogy az egész erdő alja tele van avarral. Az lenne a baj, hogyha nem emelnéd föl azt a szükséges egymaroknyit, ami a négy nemes igazság belátásához és használatához vezet. Amikor a karmától szép lassan megtanulod megkülönböztetni magadat, akkor látod beteremtő pozíciódat, hogy ezt valójában te teremted, mi teremtjük egymásnak és magunknak egyaránt. Hogy nem panaszkodhatunk érvényesen senkinek azért, mert olyanok vagyunk, amilyenek. És semmi értelme a világot hibáztatni azért, mert úgy működik, ahogy. Nekünk dolgunk van. A tudatosodás, felismerés és így a megtisztulás, ez a dolgunk, mert enélkül rendkívül alacsony minőségű életet élünk, és félelemteli halált halunk. A tudatosodás az a szembenézés belül is, kívül is. És amikor rájövünk arra, hogy hogyan működik a lélek, hogyan kapcsolódik más lelkekhez, és hogyan működik ez a világ, akkor ez a három törvény, amit az előbb említettem, elkezd nekünk dolgozni, mert a karmánk igenis jó, hogy mulandó. Nagyon jó, hogy egyetlen cselekedetünkre sem üthetjük rá a tökéletesség hamis bélyegét, és nagyon jó, hogy semmi sem működhet elszigetelten, hanem kölcsönösen függő minden jelenség egymástól, beleértve az embereket is. Úgyhogy a helyes nézőpont az a helyes cselekedettel párosul, és akkor helyesen fejtjük ki az erőt helyes energia jelenik meg, és ez a helyes belátáshoz és helyes életvitelhez vezethet. Amit most vázlatosan hallottál, ez a nemes nyolcrétű ősvény. Azért mondom el az alaptanításokat így vázlatosan, hogy lásd az összefüggést közöttük, hogy ezek nem különálló igehelyek vagy tanításhelyek, hanem a buddha tanításának olyan alapjai, amelyeket már kevesen és ritkán fejtenek ki, mert mindig valami fejlettebbre gondolunk, valami részletben elveszünk, és valami nagyon konkrétat szeretnénk megválaszolni. Palcsang Zenmester a 8.-9. század fordulóján Kínában működött, és a templomi szabályaink nagy része tőle van. Mindegyik fejezetet egy költeménnyel zárt. És a legutolsó fejezet az így zárul, hogyha holnap meghalsz, milyen testet kapsz? Nem, de mindenek fölött ez a legfontosabb. Sies, sies, az élet és halál nagy munkájában az idő nem vár rád. A folyók a tengerbe folynak, a felhők felszállnak az égbe. Bevezetőnek szerintem ennyi bőven elég volt, és most tiszteltel várom a hallgatóság kérdéseit, akár összefüggésben látjátok ezt a bevezetővel, akár nem akár a mostani elvonulás résztvevőitől jön, akár pedig kedves vendégeinktől, és tisztelettel üdvözöl távolabbi gyakorlóinktól. Elhangzott a bevezetőben, hogy ha jól emlékszem, az egyéni karma az egyén által, csak az egyén által nem javítható, és hogy Butha, amikor elment és ült, akkor neki ezt nem egyedül sikerült megjavítani, vagy kapott valamiféle segítséget? Nézd meg a Butha előéletét a legelső nagy segítség az apukától jött, aki hát királyfiként fölnevelte. Ez az első. A másik, hogy a kor legjobb tanítói megtanították neki az akkori filozófia négy legnagyobb iskoláját, amit lehetett a védákból, kiképezték harcossá, és hát ott volt a lehetőség, hogy az első Szaturnusz ciklusa végén ő királyfi és király legyen és mégsem ezt választotta, de ahhoz, hogy ezt megtehesse, az az összes korábbi neveltetésére szükség volt. Amikor azt mondom, hogy az egyén pusztán egyéni erőfeszítéssel nem tudja elvégezni a munkát, az nem jelenti azt, hogy az övé, mint energiabefektetés hiányozhat. Amit a buddha abban a hat évben beletett, ahol nagyrészt nem egyedül gyakorolt, mert a környéken egyéb aszkéták is voltak a fák alatt, az az ő szükséges egyéni és elengedhetetlen egyéni erőfeszítése volt. De hiba lenne nem látni, hogy azelőtt mennyi mindent kapott, mint ahogy mi magunk is rengeteget kapunk a társadalomtól, a szüleinktől, a családunktól. Ennélkül nem tudott volna rendesen felnőni, nem kapott volna neveltetést, nem, rá, nem látott volna rá a világra, és hogyha nem lett volna kocsisa és szekere, akkor nem utazhatott volna ki 28 évesen a palotából. Nem láthatta volna a születés, öregség, betegség, halál négy nagy tényét. Ezt a négy dolgot Ázsiában a négy szerencsétlenségnek nevezik. És én ezt nem így tanítom. Ez az élet négy elengedhetetlen ténye. Mert születés nélkül te nem jössz létre, mint ember, mert a lelked és a tested nem kapcsolódik. És ha megszülettél, akkor szükségszerűen fel kell nőni. Ez nem egyértelmű, hogy mindenki ezt szeretné. Van, aki gyermek akar maradni nagyon sokáig, lehetőleg egész életében. De gyermeknek nem lehet maradni, hanem jó esetben gyermekké leszünk újra. És az más. És utána jön az öregség, a betegség és a halál. És nehogy azt hidd, hogy ezek egymás nélkül léteznek. És egy bizonyos rálátás után vagy fölött nem fogod az egyiket jónak vagy rossznak nevezni, hanem megkérdezed, hogy igen, felvettem a testet, megszülettem, köszönöm a szüleimnek, hogy fölneveltek, köszönöm a családomnak, hogy vigyázott rám, és a társadalomnak, hogy azt adta, amit. Nehogy azt itt, hogy jó vagy rossz sorsod van. Az összes előző életet karmája hozott ide, Ebben a helyzetben, és a lelkedméjén ott van a kulcs, a válasz, hogy miért oda születtél, akkor születtél, azokhoz születtél. Senki más nem született a szüleidhez, a testvéreiden, nővéreiden kívül, mint te. És ennek is oka van, nem a szomszédba születtél, és nem véletlenül. A korábbi karmád összes irányvektora ide mutatott, és ezért jöttél ide. Nagyon érdekes meglátni az egyéni, páros, család és csoportos karmát magadban, és ez idő kell. Az egyéni erőfeszítés nem engedhető el, de önmagában elég talán. És szerintem ezt most már látotta is. Köszönöm szépen. Nagyon ezelőtt, amikor tanítást a szangának, akkor említetted, hogy ebben az irányzatban nincsen szamáti átadás. Beszélnél erről egy picit, hogy milyennek az oka, hogy nincsen, illetve hogy mi van? Mi a Szamádi? Az Egyesítettség. Az van, Szamádi nincs. Mi a Szamádi? Tehát vegyük észre, hogy a Szamádi az egy nagyon-nagyon koncentrált, a régi, indiai és egyéb meditációs iskolákban egy kitüntetett meditációs állapot ahol a tudat mozdulatlanul marad az érzékszervi sík teljes kiiktatásával. Tehát amit olvasol a szívszutrában, hogy nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem, ebben a pillanatban meg tud maradni úgy, hogy ezek az érzékszervi hatások nincsenek. A zen azt tanítja, hogy maradj meg mozdulatlanul ebben a pillanatban úgy, hogy ezek az érzékszervi hatások vannak. Tehát közben látsz, Hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, gondolkodsz, érzel, cselekszel, beszélsz. Így legyen a tudatod mozdulatlan, töretlen, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Nekem egy személyes kérdésem lenne az a halállal kapcsolatban. Édesanyámat elvesztettem egy, egy pont, egy hete ma. Fogad őszinte együttérzésem. Köszönöm. És én ápoltam, tehát én voltam vele egész végig és hogy hogyan lehet az elengedést úgy gyakorolni, hogy ez ne legyen egy ilyen rideg, hideg fásultság, amit egyszerűen csak az ember a háta mögé dob, de ott marad. A rideg, hideg fásultságban lehetetlen elengedni. Leül a lélek mélyére az emlék, és mivel nem tudod felfűteni, nem mozog, nem tud elpárologni, nem tud a helyére kerülni amellett, hogy valamilyen gyakorlatot javaslok, például mantra gyakorlatot, amivel énekelsz édesanyád útjáért, hogy megtalálja a lélek az útját, a mellett három nagyon fontos dolgot belőle kell tisztázni. Az egyik kosár címkéje a köszönöm. Meg kell tudni köszönni neki mindazt, amit kaptál tőle. A második a bocsánat kérés és a bocsánat adása. Tehát megbocsátás és megbocsátatás. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudjuk a negatív élményeket elengedni. És ez egy nagyon komoly belső művelet. Merd megbocsátani azt, amit úgy érzed, hogy óriási sérelem volt, és téged teljesen félreértettek, és anyu akkor tényleg nagyon rosszat tett veled. Vagy mondott. De ha ezt nem teszed meg, akkor nem tudod sem a magad útját, sem az ő útját segíteni, mert a megbocsátás és megbocsátatás ez nem egy erkölcstani norma, az a lélek alkimiájának egy eszenciális része. A megszabadítás és megszabadulás elengedhetetlen művelete. És a harmadik pedig a viszontlátásra. És ha nincs meg a köszönöm és a sajnálom, akkor nem lehet viszontlátás. Mert addig kötöm az emlékét, sőt, kötöm a lelkét ehhez a földhöz, és nem tud elmenni. Már pedig mindenkinek útja van. És az útunk az, hogy amikor belépünk a testbe, akkor megszületünk, és amikor kilépünk a testből, meghalunk. A léleknek az útját nem szabad akadályozni. A szívszútrában nagyon kevés pszichológia van, de annyi van, hogy az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Fordítsd vissza, ha valamitől félsz, akadályt hozol létre. És hogyha valakit akadályozol, abban félelem van. Félelem a szabadságtól, félelem a szembenézéstől, félelem az útonjárástól. Ezért emelünk akadályokat magunk és mások előtt, hogy ne járhassuk az utat, és a másik se. Hogy ne nézhessünk szembe, és egy kicsit ismerve a karma törvényét, látod azt, hogy valamikor találkoztok ismét. Nem tudni, hogy hol és mikor. De a megtisztított karma jó találkozás, koreaiul jó injon, a megtisztítatlan karma kellemetlen találkozás, rossz injon. Ez a világ ellentétekből épül föl, ha tetszik, ha nem éjszakából és nappalból, pozitívból és negatívból, és az ellentétek feszültsége hajtja az akarat szekerét előre. Az viszont a mi dolgunk, hogy ezeket harmonikusan éljük meg, vagy diszharmonikusan, szukkává, azaz harmonikus, szenvedésmentes életté nemesítjük, vagy duka, a kizökkentség, diszharmónia, felesleges pusztulás és túlszaporodás állapotát éljük meg. És a kettő között a vidja a különbség, a látás a különbség. És ezen az alapon a helyes cselekvés, helyes beszéd, helyes gondolkodás és helyes érzelemformálás. Mindenki, aki születik, az csalódik. De ha csalódik, akkor fel is tud ébredni. A csalódás nyugaton egy negatív érzelmi állapot. Keleten az illúzióvesztés része. És a csalódás után merjünk felnőttek lenni, és amikor már nem az álmok megvalósulását keressük, hanem szembenézünk az igazsággal, akkor a csalódás megszűnik, és átvált valami egyébbe, amelyre főleg az jellemző, hogy nem nekünk kell segítséget kapnunk, hanem mi leszünk képesek arra, hogy segítséget adjunk másoknak. Ahhoz először ezen a purgatóriumon keresztül kell menni. Beleértve a vesztességeket. Beleértve azt, hogy azt akarom, hogy örökké éljen, de nem fog. Mert meg fog halni, mint mindenki, aki megszületett. A kérdés tehát úgy szólt, hogy hogyan szüntethetjük meg az egyensúlyzavart magunkban. A válasz úgy szólt, hogy lásd meg, hogy hogyan teremted az egyensúlyzavart. Lásd meg azt a kezet, amelyik ezt megcsinálja. Lásd meg azt, hogy a gondolataiddal, az érzelmeiddel, a beszédeddel és a cselekedeteddel mit csinálsz? Hogy egyensúlyt, harmóniát, megelégedettséget teremtesz-e, vagy pedig diszharmóniát, elégedetlenséget, töredezettséget, és hogyha a saját részedet rendbehozod, akkor előbb-utóbb a világ körülötted is olyan lesz. Beszélnél kérlek a, erről a kezdőpont, végpontról, tehát hogy ugyanazt élem, mint amivel bejöttem most így a végén, tehát, hogy, hogy... Még? Már érted? Ezt csináltad 90 napig? De Ezt gyakoroltad? Mit? Ezen belül a minták. Akkor... Ezen belül nincs minta. Ezen kívül sincs minta. A tiszta, tükörszerű, térszerű tudatban eredetileg nincsenek jelenségek. Ezért tud minden jelenséget látni, és egy bizonyos fokon teremteni. Amikor a látás és a teremtés egy pontban van, az érdekes. Egyszerre látod a teremtést is, és teremted a látást is. Ne veszítsd el. Köszönöm. Szívesen. Beszélnél picit arról, hogy mi az intuíció? Ha van egy intuitív gondolatom, hogyan tudom validálni, hogy az elmém vagy az intuícióm kattog éppen? A beszéd az egyik legtökéletlenebb eszköz arra, hogy az intuícióról bármit megtudj, de mégis ezzel a tökéletlen eszközzel szeretnék most élni. Előtte nagyon fontos meglátni a zennek azt a működését, amelyen belül az intuíció tapasztalata a lehet. Sokan ismeritek, de egy páran még esetleg nem hallottatok a zen körről. Ennek az ismerete azért jó, mert az intuíció működését nagyon jól letisztázza. Tehát a nulla fok a zen körön az azt jelenti, hogy nincs érdembeni kérdésem. És a világgal van a baj, és velem meg egyáltalán nincs baj. Mindenki Rossz, úgy, ahogy van, de én vagyok az egyedüli jó. Ez a nulla fok. A hétköznapi ragaszkodások és szűk tudat, elképesztően fedett lélek állapota. És ez nem tartható sokáig, mert elképesztő szenvedést okoz és tapasztal. Tehát az ilyen ember a legsérülékenyebb. És akkor elkezd tanulni, elkezd ténylegesen kérdezni, és akkor kilendül a nulla fokról, és szépen indul a tanulmányai útján. És amikor elérte a tanulmányoknak azt a fokát, ahol már a tapasztalat rovására megy a sok-sok tanulás, akkor van a 90 fokon. Rájön, hogy akármit csinál, akárhány könyvet olvas, akármennyire kiműveli magát, csak körben forog. Magyarul áll a 90 fokon. És akkor elkezd tapasztalni elkezdi az energiát befelé fordítani, elkezdi a gondolkodásból a gondolkodás elé visszahozni a tudatot. És ekkor 91, 2 és a többi megy szépen fölfelé a teljes tapasztalásig. Ez a 180 fok, ahol eltűnik minden gondolat, amelynek nincs neve és formája, ahol a teljes egyévállást tapasztalod, mert nincs egyén és nincs univerzum, nincs üresség és nincs forma sem. Csak ez van. Amikor ütés nélkül tapasztalod, az az igazi. De amikor hallottad az ütést egy pár másodperccel ezelőtt, akkor a tudatod nem tudott gondolkodni, csak azt hallottad hogy ta! Na ez a pillanat az, amikor az intuíció megjelenhet. Akkor, hogyha kellően elő van készítve a lélek rá, és pontosan tudja, hogy mit keres mert egyébként csak hallott egy ütést, elkönyvelt, hogy ez is megtörtént az életében, és megy tovább. Amikor viszont megjelenik az, hogy a lényeg tapasztalatával az utolsó azonosulás is megszűnt, akkor elkezdi a karmáját átalakítani. Elkezd belül változni. És amikor a teljes alkímia, a teljes változás tényleg az övés, ezt birtokba vette, az a 270 fok. És látja, hogy akármennyit fejleszti magát, és akármennyi, és újra gyúrja a lélek állapotát, az elmét, az érzelmeket, a fizikumot, a beszédet, bármire képes, mert nem azonos a karmával. Végre szabad a keze, és bármilyen szerszámot a kezébe vehet. Ha ez csak magáért teszi, akkor ez elégtelen. És akkor elkezd másoknak segíteni már mindazzal, amit fölhalmozott, amit megtapasztalt, amit megtisztított és akkor elindul a segítség útján, és 360 fok az a hiszatva, amikor mások felébredéséért tesz. Tehát igazi önvalónk tapasztalata a 180 fok elengedhetetlen az intuíció működéséhez. Mert addig csak mint a felismerés van, addig csak gyors improvizáció van. Addig nagyon szabad, de törvények által is szabályozott emlékezés van. És az intuíció az ezektől független. Azt jegyezzük meg, hogy az intuíció az az igazi önvalód működése. Egyszer csak megjelenik a lélek tükrében valami, amit nem gondolati folyamat előzött meg, amely nem pusztán érzékszervi hatások következménye amely látszólag minden előzetes nélkül megjelent, és utána nincs vita, utána nincs utózmány sem. Ott van a lélek tükrében, látszólag a semmiből, és ha elengeded, elmegy látszólag a semmibe. De valahogy a megjelenése abban a pillanatban rendkívül jelentős, mintha választ kaptál volna valamire, ami addig kérdés volt, ami addig megoldatlan volt. És úgy tűnik, hogy a teljes értékű megoldás nem belőled jött, hanem valahogy rajtad keresztül, de máshonnan, mint amit te vagy. Ezek az érzetek teljesen érvényesek. Azért, mert az énségedből nincs ilyen intuitív tapasztalat. Az azon túl van. Az a nem tudhatóból jön. És ezért a zenben ezt a nem tudhatót igyekszünk tapasztalni, és a koan kérdésekkel az elme működését, olyan irányban kondicionálni, hogy ne állja útját ennek az intuíciónak. Nem azzal van a baj, hogy gondolkodunk, hanem hogy a gondolatainkat felcseréljük az intuitív meglátással. Érzelmek ugyanez. És amikor arról beszélünk, hogy a meditációban különböztessük meg a jelt a zajtól, akkor az nagyon hangsúlyos és nagyon fontos, hogy a karmádat követed, vagy tiszta önvalód működéséből származó belátást. És ezért a Kuan interjúk pontosan erre valók, hogy felteszek egy olyan kérdést, vagy más tanítók föltesznek egy olyan kérdést, amire az elméd biztosan nem tud helyesen válaszolni. Érzelmi mintáid biztos, hogy nem tudnak helyesen válaszolni. És ekkor megszünteted a karmának a habituális, szokás alapú működését, visszatérsz a gondolkodás elé, és a tiszta tükörből megjelenik a válasz úgy, hogy nem tudod, hogy honnan jött. Visszafordítva, a nem tudható tapasztalata azért kell, hogy abból jöjjön a válasz. Honnan tudjuk, hogy az intuitív válaszok minőségileg mások? Onnan, hogy a probléma nem jelenik meg újra. A részleges válaszok újra termelik a problémát. A teljes értékű válaszok megszüntetik a problémát. Ezért érdemes dolgozni. Én azt szeretném kérdezni, hogy megbocsájtani hogy kell. Mert az, hogy azt mondom, hogy megbocsájtok, és mellette megmarad az emlékem arról, hogy ami zavart, azt én nem érzem megbocsájtásnak. Ezért nem mondom. El dolgozom. tudod törölni az emléket? Nem. Hát akkor ne akard eltörölni. A hozzáfűződő dualisztikus érzelmeket és gondolatokat azt igen azt vedd el. Kaptál egy hatalmas pofont. A reaktív tudat azt mondja, hogy nem csak, hogy visszaadom a pofont, hanem még össze is töröm a bordáit, hogy ne tudjon lélegezni. Tehát nagyon fontos az, hogy a reaktív tudatot lásd, és azt vedd el, az emlékét nem tudod elvenni. Tehát meg tudod bocsátani akkor, hogyha látod, hogy valahol te tartottad oda az arcodat, és ezért pofont kaptál. Kivívtad, kiérdemelted, megteremtetted a helyzetet, odahívtad az embert is, és kaptál egy hatalmas nagy pofont. Amikor a saját műveletedet látod, és azt visszavonod, akkor a másiknak is meg tudsz bocsátani. Ha nem látod a saját részedetben, akkor mindig panaszkodni fogsz, és mindig azt mondod, hogy a világ ilyen, és ezt én nem érdemeltem meg, és én áldozat vagyok, és, és, és... Ez mind hamis. Tehát az nem baj, hogyha utána nem keresem a társaságát, de nem átkozom. Ez egy helyes meggondolás. Nem átkozzuk, és nem keressük a társaságát, mert mindegyik visszavonzaná őtet hozzád. Tehát akármilyen dualisztikus érzelem, gondolat, beszéd és cselekedet fűzne téged ahhoz az emberhez, mondjuk meg szeretnél bocsátani neki másodszor is. Hát nem, egy elég. És az, hogy kerülje a társaságát, ezzel már szenvedést okoz, nem? Nem. Azzal nem termel újabb szenvedést. Nyugodtan kerülje a társaságát, semmiféle morális kötelezettsége nincs, hogy az előző kapcsolatot azt vigye tovább, vagy újragyújtsa a konfliktust. Miért? Ha van maradványkarma kettejük között, a megbocsátáson kívüli elintézetlenség, az természetes innyonnal, tehát a vonzástörvények érvényesülésével újabb közös élményhez vezet. Tehát újra meg fognak jelenni egymás társaságában, anélkül, hogy ezt tudatosan bármelyik akarná. De nem kell keresni a társaságát, nem kell külön kerülni a társaságát. A megbocsátás és megbocsáttatás azt jelenti, hogy innentől kezdve járhatjuk a saját utunkat. És hogyha a saját utam arra vezet, hogy véletlenül még egyszer az utamba kerül, semmi gond. Ugyanúgy elmegy mellette, mint a járókelők mellett az utcán. Ha maradványkarma van, akkor megint kiszedi a tömegből, ütést ad és kap, és újraindul a ciklus. Fölmerült bennem egy kérdés, hogy a, a halállal kapcsolatban, hogy van egy ilyen általános szemlélet, hogy a halottaink itt vannak velünk és vigyáznak ránk. Most ez azt jelenti, hogy akkor nem engedjük el őket, hanem mi tartjuk itt a, a lelküket? Így van. És egy ideig még itt lehetnek, ragaszkodásuk mértékében, és a mi ragaszkodásunk mértékében is. De utána menniük kell. És minél hamarabb mennek, annál jobb. Mert energiát veszítenek, és ez felesleges. Úgyhogy engedjük el őket, a szertartások erre vannak. Több fontos dolog történik egy ilyen halotti vagy megemlékező szertartáson. Az egyik az, hogy az eltávozott lelket ráébresztjük arra, hogy nincs visszaút. Nem tudja újra fölvenni azt a testet, amiből kilépett. A második, hogy van út előtte, és ne féljen rálépni, ne féljen a földtől elszakadni, ne féljen elengedni azokat, akiket szeretett, és az itt maradottak pedig ne féljenek az élettől. Az élettől néha jobban félünk, mint a haláltól. A halált azt nagyrészt nem tudjuk, hogy micsoda. A szenvedéssel azonosítjuk, és amikor már nem azonosítjuk a szenvedéssel, akkor egy picit tisztában látjuk. Valójában a szenvedéstől félünk. És az élet néha sokkal nagyobb szenvedéseket tud hordozni, mint egy ismeretlen kapu, ami átlépünk, és valójában belül mélyen nem tudjuk, hogy mi van utána. Hallunk dolgokat, olvasunk dolgokat meghallgatunk tanításokat, de valójában a lélek tudatosságunk mire jött rá? Belül milyen halálélmény van? Tapasztalati szinten mit tudunk róla? Nagyon keveset, mert életben vagyunk. És a zen nem az előzetes vagy korai haláltapasztalatot hozza. Ha van ilyen, véletlen melléktermék, semmi gond az ennek a pillanatnak a tisztaságát tanítja, hogy amikor testben vagy, láss tisztán, haj tisztán, érez tisztán, gondolkodj tisztán, és a többi. Miért? Mert életben vagy. Viseld el, hogy életben vagy. Ne félj attól, hogy élni kell, mert felvetted a testet és megszülettél. Lásd meg azt az akaratot, ami idehozott. Lásd meg, hogy miért vagy itt és az összes ilyen szertartás az ráébreszti az élőt, hogy életben van, és ráébreszti a holtat, hogy meghalt. Hogy különítsük el világosan a két állapotot, és lássuk meg a helyes átjárási pontokat a kettő közt. És az átjárási pontok a természetes születés és a természetes halál. Ezeket nem szabad elkerülnünk, vagy akár minősítenünk. Úgyhogy igen, egy ideig még itt lehetnek velünk, de utána Menniük kell, mint ahogy nekünk maradnunk kell. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy mondj nekünk egy pár mondatot a félelemmel kapcsolatosan. Hogy ne féljünk. Olyan félelmetes a kérdésed, hogy mondjak erről bármit is? Próbáld meg, légy szíves. Na, ez az. Mit próbáljak meg? Na jó. Azt gondolom, hogy minnyáján megpróbálunk nem félni. Így van. Megpróbálunk nem félni. Hogyan? Na ez a jó kérdés, hogy hogy kell ezt Hogyan kell tudom a félelmet kisöpörni az útból? Kiderül, hogy a félelem, és nem nyelvészkedünk, az azt jelenti, hogy nem vagyunk elemünkben. Nem tapasztaljuk a saját lényegünket. És amikor elemünkben vagyunk teljesen, akkor nincs félelem. Ez egyébként összefügg a lélek energia állapotával. Tehát, hogyha le vagy merülve, fáradt vagy, stresszben vagy, dekoncentrált vagy, akkor sokkal jobban tudsz félni, mert alacsony az energiaszinted. És amikor megemelkedik az energiaszinted, akkor ez ahhoz hasonlít, hogy amikor a hajó végre dagályban szépen fölemelkedik a zátonyról, és a zátonyok fölött el tud vitorlázni. Az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Tehát visszafordítom, hogyha félek, mi az akadály? Kitől félek? Mitől félek? Magamtól? Mástól? Embertől? állattól, tárgytól, élettől, haláltól, pontosan mi az, amit nem ismerek. Nézd meg azt, hogy általában el szoktuk különíteni az ismert dolgoktól való félelmet, félünk a tűztől, egy ideig aztán meglátjuk, hogy semmi félnivalónk nincs a tűztől, csak ne égesd meg magad. És aztán félünk az ismeretlentől, és amíg az ismeretlen ismeretlen marad, addig nagyon tudunk tőle félni. Minél ismeretlenebb, annál inkább. Tehát egyrészt ismerjük meg a félelem tárgyát, merjünk szembenézni, szembe ülni vele. Ekkor két dolgot kéne tenni, az egyik, hogy nem harcolunk vele. Ha harcolsz vele, akkor nem nyerhetsz. Ezt a japánok úgy mondták, hogy ha bekerülsz a dzsungelbe, és megesz a tigris, tigrissé változol. Ha te vadászod le a tigrist, akkor is tigrissé változol. És ugyan másképp, de az eredmény ugyanaz. Ne harcolja félelmeddel. Miért? Mert eredetileg nem létezik. És a harccal megerősíted, energiát adsz neki, a létét hangsúlyozod. A másik, hogy nem menekülsz előle. Mert hogyha menekülsz a félelem tárgya elől, akkor azzal is erősíted. A yin hiba, a menekülés, a yang hiba, a harc. Ehelyett a nem mozduló tudatot megtartod, és szépen szembenézel vele, és rákérdezel, hogy mi ez, vagy ki ez. És a látás, az ilyen formán való megismerés feloldja a félelmet a tárgyal vagy az emberrel kapcsolatban. Mert ilyenkor az elszigeteltségből és a negatív projekciókból ki tud lépni a jelenség is, meg az adott lény is és megmutatja, hogy miből táplálkozik, és mit táplál. És ekkor elmúlik az, amit addig rávetítettél. És nem félni kell tőle, hanem megismerni és hozni egy döntést, hogy közelebb kerülsz hozzá, vagy távolabb kerülsz tőle. És ekkor már egy tiszta, akaratlagos döntésé átalakul az egész. Ugye a félelem az az akadályból, az ismeretlenségből, az energiaszegénységből, a nemlátásból, ezekből származik. Ha ezeket felszámoljuk, félelem sincs, mert eredetileg nem létezik. Mitől felsz? Személy szerint én sok mindent a, az ismeretlen attól főleg. Mi az ismeretlen? Jó kérdéseid vannak, igazából jöttem ide kérdezni, úgyhogy nehéz helyzetben vagyok. Ezt hitted, amikor idejöttél, de látod, mi történik? Lehet, hogy a félelem sem az, aminek hiszed. Láss rá. Nekem az lenne a kérdés, amit tegnap elhangzott a hogy kihangsúlyoztad az irányvétel fontosságát, hogy hogyan lehet ezt megerősíteni magunkban, meg, tehát a gyakorlat közben, vagy akár otthon a hétköznapi életben, és hogyan csináljuk mindezt? Az a jó hír, hogy az irányvétel, a szándék és a motiváció, ezek rokonértelmű fogalmak, ezek megerősíthetők szinte minden pillanatban, amikor látod a karmát, a karma működését ebben a világban, és látod a darmát, azt a törvényt, ami ezt a karmát működteti lélekben, testben, és a külső formákban, tartalmakban egyaránt. Úgyhogy lehetetlen nem motivációt kapni, lehetetlen nem az irányvételt keresni, amikor azt az elképesztő szorítást látod, ami a tér, az idő és az okozatiság működése ebben a világban. Ez a világ nem jó vagy rossz, nem büntető hely vagy kitüntető állomás, hanem egy olyan hely, ahol az okozatisággal szembe kell néznünk, mert elkerülhetetlen. És a kényszerhelyzet az az akarat melegágya. Elképesztő kényszerhelyzetben vagyunk. Ezt már tizenévesen elkezdjük realizálni, és akkor nagy rész rossz válaszokat adunk. 20 évesen már kezdünk jobb válaszokat adni, de akkor újabb kényszerhelyzeteket vállalunk föl. És utána elkezdünk érni, és olyan 30-34 fölött elkezdünk más típusú válaszokat adni, és ezért az irányvétel is megváltozik. Rájövünk, hogy a ciklusok felesleges ismétlése az nem hoz megoldást a problémákra. És az irányvétel tényleg az, hogy egy kicsit letisztázzuk, hogy ébredj föl, és segíts másoknak is felébredni. És ez nem pusztán emberbarátság, ez egy nagyon pragmatikus dolog. Ugyanis a pragmatizmus nem viseli el a vallásos dogmákat. A pragmatizmus látja az okozatiság működését, tehát a te szenvedésed bejön az én ajtómon. És hogyha megoldottam valamit, akkor abból neked is, mint tanulság, mint út, neked is jut. És te is használhatod. Tehát az irányvétel rendkívül egyszerű. És nagyon-nagyon jó látni, hogy hol van az út széle. Hogy hol szédülünk leróla, jobbra vagy balra, a mocsárba vagy a sziklákra. Úgyhogy nem lehet motivációt nem kapni. Nem lehet az irányt nem látni, hiszen a megoldatlanságból a megoldás felé, a szenvedésből a boldogság felé, a szükségből a jólét felé szeretnénk menni. De valahogy, ha az elmúlt pár ezer évet megnézed, mindig körbe-körbe jártunk és mindig újra és újra ismételtük a problémáinkat, létrehoztuk a kényszerhelyzeteinket, akár durva, akár finom módon. Akár háborúban, akár békében. Nincs még az emberiség szintjén egy olyan létállapot, amely megtartható, sőt kívánatos lenne. Olyan eszméletlen probléma halmazzal nézünk szembe, úgy tűnik, még sikerül szaporítani is ezért van a tudatnak egy olyan evolúciója, amelyet több helyen, több tanító, az elmúlt két és fél ezer évben elindítottak. Ezek voltak a szellemi ősrobbanások, legyen az Buddha, Krisztus, Laoce, vagy egyéb nagyon nagy tanítók, akik új paradigmát hoztak létre a saját magas szintű, megvilágosodott lélektudatosságukból. És ez az, ami ránk, mint háttérsugárzás jut amiből tudunk meríteni, ahogy a szellemi univerzumuknak a részesei leszünk. És az irányvétel már nagyon világos, de a követés nagyon nehéz. Van egy latin mű, úgy hívják, hogy imitáció Kriszti, Krisztus követése. És több évszázada vitatkozunk azon, hogy hogyan lehetne az egyetemes szeretet útját követni. Hogyan lehetne a felebaráti szeretetet, a transzcendens szeretetet és a hétköznapi szeretetet megtapasztalni úgy, hogy ne szenvedés legyen belőle, ne szenvedjünk és szenvedtessünk. És ugyanúgy a butha útját is megpróbáljuk követni. Merre? És ezért nagyon fontos az irányvétel, mert ha nincs, akkor előbb-utóbb ilyen intelligens robotokká válunk, és csak ismétlünk valamit, gondolván, hogy ebből valami lényeges új minőség születik. Nem. Hogyha az akaratnak a gyémánt hegye elől nem az, hogy ébredjünk föl és segítsünk másoknak felébredni, akkor ebben a szellemi evolúcióban nem tudunk részt venni. Akkor valami más csinálunk, és ezzel nincs baj, csak akkor valószínűleg több problémát fogunk termelni, mint sem akkor, amikor világosan, érthetően, az illúzióktól való megszabadulásra szavazunk, és ezáltal a szellemi haladásban veszünk részt. A Földön természeti kataklizmák, hatalmas fajpusztulások, teljes újrateremtés volt az elmúlt több millió évben. Az elmúlt pár ezer évben az emberiség ugyanolyan forradalmakat produkált, több millió ember pusztult el, hatalmas ideológiák és vallások váltották egymást, és nézd meg, az emberiség lelkének a mészerkezete nem változott a mai napig. Honnan tudod? Mert ugyanúgy termeljük a szenvedést mint 3000 évvel ezelőtt, 2000 évvel vagy akár 1000 évvel ezelőtt, csak az infrastruktúra más, és az emberiség lélek más, de a mészerkezet ugyanaz. Ezért nem a fellángoló forradalmakban és az elnyomott békékben kellene hinni, hanem a tudatnak abban a belső evolúciójában és fejlődésében, amely által egyre tisztábban lát, egyre kevesebb szenvedést termel, egyre inkább hagyja a másikat boldogan élni, és ezáltal maga is boldogabb lesz. Úgyhogy az irányvétel nagyon fontos, és ezt ne felejtsük el, pillanatról pillanatra legyen tiszta az az irány, amit veszünk, a saját karmánk kifejtése közben. Az a kérdésem, hogy mit jelent az, hogy valakinek rossz a karmája, de erős a központja? Hatalmas önbizalom és rendkívüli károkozás egyben. Ilyet látsz. Rendkívül okos emberek, teljesen az írott törvényt követve, óriási önbizalommal rettenetes mennyiségű szenvedést okoznak. Ez a rossz karma, mert szenvedést okoz. Erős központ, mert nem mozdul, százszerzelékosan hisz benne, és még, és még meg is magyarázod, hogy ez miért jó. A halál és a gyász kapcsán fogalmaztad meg azt a három pontot, azt hiszem most megpróbálom pontosan idézni: a megköszönés, a, a megbocsátás, bocsátásadás, és aztán jött a viszontlátás vagy eleng elköszönés. És eszembe jutott, hogy a halál és a gyász az nagyon hasonlatos érzés, mondjuk, amikor egy pár kapcsolat véget ér, és az ember szakít valakivel. Szakítottál? Ö, nem most egyébként, még régebben, de igen. Akkor már begyógyult? Azt nem mondanám. És pont ezt szerettem volna kérdezni, ez arra alkalmazható-e ez a fajta út, amit előbb? Bizony, csak szerencsére testben maradt a másik, meg te is. És ez pont könnyebb? Nem mondtam, hogy könnyebb, ez jó. Miért? Azért, mert a tanulságokat még ebben az életben le kell vonni, és így le is lehet vonni, mert jó esetben mind a ketten életben maradtatok. Ez így van. Akkor jól csináltad. Tehát <laughs> azt látni kell, hogy milyen elképesztő erős vonal a halál és az újraszületés. Tehát normál állapotban nem emlékszünk előző életeinkre, sőt a legtöbb ember számára, ahol az identitásnak a vaskemény küszöbben lezárja az emlékezést, teljesen érthetetlen, hogy bárkit előző életekről beszéljen. Csak aki már ugye egy kis lyukat fúrt ebbe a küszöbbe, és valami módon Emlékezik, azt tudja, hogy uh -uh, a tudattalamban nem csak a jungi archetípusok vannak, és be van készítve a különböző impulzusgyűjtemény, ott van az összes identitásunk eltárolva. Minden, amivel azonosultunk korábbi életeink során, az ott van szépen lerétegezve, mint a mágia rakás. Jobb a tanulságokat még ebben az életben levonni, azért, hogy hasznosíthassuk, és ne kerüljön a tudatalattiba, mert onnan aztán nagyon nehéz előcibálni, meglátni, módosítani, és utána visszaküldeni ugyanoda. Tehát igen, ez egy kis halál, nem a nagy halál, ez egy kis halál. Újjá tudtál születni ebből úgy, hogy ne kelljen újra születni, és ez nagyon jó. Úgyhogy nézd meg, hogy mi volt a vonzás, mi volt a megtartás, és mi volt a pusztulás. Mi volt a Brahma elem, a Vishnu elem, és a Shiva elem a kapcsolatban. És akkor a következőt már egy kicsikét másképp fogod kezdeni. A már korábban is fölmerült bennem a kérdés, de most aztán végképp ezzel a mágiarakással. Tudtam, kénytelen, hogy az vagyok. Valahol kénytelen leszek megszólalni. Valahol nagyon finomat fog generálni, vagy valit megkérjük a legfontosabbat. Az, hogy, Igen. hogy furcsa mód, amiket hallok itt, azt látom, hogy vannak olyan dolgok, amit én csinálok. Nem azért, mert én úgy akarom csinálni, hanem ösztönösen hogy elképzelhető, hogy ennek az az oka, hogy valahonnan már ezt hoztam magammal, és ebből adódik ez a... Így van, és most nem Freudra megyek vissza, amikor azt mondom, hogy az ösztön az egy nagyon elnagyolt fogalom. És azért van egy-két terap a hallgatóságban, hogy nem csak Jungnak, hanem még egyéb nagyon komoly szakembernek is újra kellett definiálnia az ösztön fogalmát. Tehát nézd meg, hogy az ösztönök és az archetípusok kapcsolata milyen. Ez egy nagyon érdekes tanulmány. Vagy Buddha mi az, ami a nyolcadik tárháztudatban van, ugye? Álaja És mi az, amit ebből lezár a hetedik, az én csináló, a manasz. És kiderül, hogy amit lezár és letesz a tudatküszöbb alá, az a tudatalattid. És abban minden van. Az egy teljes állat és növénykert. És abból szépen az impulzusok hatására, nézd meg a déjà vu működését, az emlékek szépen följönnek. Tehát amikor ezt tudatosan vezérlik, akkor például keleten, lásd a tibeti túlkú inkarnációk sorát, tudatosan a gyerekkel felismertetik, hogy milyen tárgyakat használt az előző életében. Ezt pontosan akkor csinálják, amikor mondjuk három és hét éves kora között már kommunikál, de még a hét éves kor nem zárta le ezeknek az emlékeknek a lehetőségét, mert a tudat még nem élt annyit ebben a testben, nincs annyira elborítva érzékszervi hatásokkal. Ez a felismerés, vagy az inkarnáció tudatos felismerése és beillesztése a vonalba, ez nagyon fontos, nagyon fontos, és ennek megvan a módja. Tehát itt ezt tudatosan csinálják. Az ösztön ilyen szinten a tudatalatti átlátatlan működés. A tudatos impulzus fogadás az az, hogy látom, hogy milyen, mint késztetés belőlem, és azt mondom, hogy engedelmeskedem neki, vagy nem. Az ösztön élet az ugye mindig ilyen állati szokott lenni, ugye? mert csak úgy csinálok valamit, amit éppen az összes vágyam, haragom vagy egyebem diktál, átlátottság meg sehol. Amikor az impulzus látom, akkor dönthetek. Amikor az ösztön ugye kontrollál, akkor csak a karmámat követem. Ez nagyon más, mint az intuitív működés. Gyakorlatilag semmi közel hozzá, csak a sebesség hasonló. De a forrása teljesen más. Tehát az ösztön az mind tudattalan karmának a kisülése. Az impulzus az az átlátott változata ugyanennek, az intuíció pedig nem karma függő. Érdemes ezt átlátni, és nem megtagadni az ösztöneinket, mert ez a másik, hogy akkor intellektus eldönti, hogy már pedig akkor az ösztön életet megszüntetjük. Igen? És amikor boldognak kéne lenni, vagy a másikat boldoggá tenni, vagy mondjuk gyereket a világra hozni, akkor mi van? Ugyanis óriási energia van a tudatalat eltárolt arhetipusokban, vagy ösztöncsomagokban ezeket nem szabad úgy tekinteni, mintha nem lennének, mert akkor egy ilyen hideg, száraz, intellektuális elnyomássá megy át az ember élete. És ezt meg is tudjuk ideologizálni, akár szakrális, akár világi módon, teljesen felesleges, mert óriási szakadás van az emberben ezáltal, óriási elfolytottság van ebből. Nincs az egyik legjobb példa, tehát állandóan az ember fölötti emberről beszélt, és aztán több évtized ilyen munkásság után egyszer csak Torinóban, amikor látta, hogy a kocsis üti a lovakat, a lovak nyakába borult, sírt, az együttérzése, amit addig elfojtott, a magas szint ugye elfojtotta, az kitört belőle, az elmélyen megbomlott, és nem is lett éppen mélyű teljesen az élete végéig és ez az elképesztő elfolytásból volt, hogy volt egy ideológiai diktátor belül, amely kisajátította az elméjét, az elme elfolytotta az érzelmeit, és akkor onnantól kezdve ez a természetes együttérzés, hogy bennem ugyanolyan természet van, emberi természet, mint egy másik emberben, az nem működött, mert az Übermensch letiltotta. És az Übermensch alapján lehetett egy együttérzés nélküli ideológiát kifejleszteni nem sokkal Nietzsche után. Tessék megnézni a 20. század első felét. Ugye? Az együttérzés nélküli évtizedek, az elképesztő háborúk és emberhalál évtizedei. Mi volt a jellemző keleten és nyugaton egyaránt erre, hogy együttérzés nélküli volt, hogy meghaladó bölcsesség nélküli volt, hogy elképesztően duális volt, és az egyik lélekrész elfolytotta a másikat. És éppen ezért, és ez már bőven meghaladja az eredeti kérdés kereteit, lássuk a lélektartalmat tisztán, és merjünk együttérzőek lenni, és lássuk meg, hogy mi az ösztön, az átláthatatlan késztetés, mi az impulzus, az átlátott késztetés, és mi az intuíció. És ekkor jól tudunk sáfárkodni a karmánkkal, helyesen tudunk dönteni. És az együttérzés és a bölcsesség természetesen megjelenik. Az elengedés és megbocsájtás, amit te kérdeztél, hogy uh, uh, mi van akkor, amikor nem tudom elkerülni azt az egyént, aki, aki, akinek meg akarok bocsájtani, de hogy, hogy család. Tehát család. Mikor ez az egyén? <laughs> családban. Mekkora? térben kérdezem, mekkora ez az egyén? Megegyezik-e a mérete az univerzuméval például, vagy kisebb annál? Saját univerzumával megegyező méretű. Ez már rosszul hangzik. De hogyha a fizikai univerzummal nem egyezik meg, akkor van még tér ezen egyénen kívül. Tessék azt a teret felhasználni. És főleg mentálisan. Mert hogyha családtag, akkor az együttélés kényszere az bizony újra és újra ugyanahoz az asztalhoz ültetheti őt veled. Ekkor a mentális teret kell kihasználni. És a téradás az tolerancia. És tudod tolerálni, mert az ő beszéde, érzelmei, gondolatai és cselekedetei nem töltik be a te tudati teredet, hanem mindig egy kicsit több tered, mozgástered, türelmed van. És hogyha a tudati teredet valaki, be tudta tölteni, na akkor van stressz. Akkor megjelenik, akár a kapzsiság, akár a harag. Pillanatok alatt. Tehát ráfeszültél a másik karmájára, mint celofán a bontott csirkére. És ott nincs mozgástér. Ez a családi karma tekintetében, tehát ezt ez azért szedjük magunkra ezt a dolgot. Azért születtünk oda, mert a korábbi karmánk eredménye ez. Az nem azt jelenti, hogy meg is kell tartani. Változtatni kell rajta. Sőt, tudni kell változtatni rajta, mert előbb-utóbb rájössz, hogy az a kisebbik baj, hogy ilyen állapotban, ilyen lélektartalommal születtél meg, de ha a következő inkarnáció is így indul, az már nagyon gyászos. Tehát tessék a családi karmát megváltoztatni. Hogyan tudod ezt alapszinten elkezdeni, hogy kilépsz onnan? Bizony, ki kell lépni, mást kell tapasztalni meg kell erősödni, le kell tisztulni, paradigmát kell váltani, és majd úgy visszatérve a családhoz, valamit tudsz rajta változtatni, nem mindent. Még úgy sem mindent. Ideig jól Csár, hogy milyen volt? 90 napos volt, és jó volt. És azon kívül egy Azon belül tanulság... rengeteg minden történt. Tehát a hatalmas halljam. világok keletkeztek, és pusztultak el mindenki keresztülment az illúzió vesztésen és a realizáción, mindenki megvilágosodott, buddha és bótiszatva lett, majd visszajött ide és lezuhant az anyagba megint, felvette a testet és ugyanazzal a karmával a hátán kiment, mint ahogy bejött. Szép mesel, köszönjük! Második fejezet. A következő kiholcsa is ilyen lesz. Tehát aki bejön, az számítson arra, hogy mindenképpen hatalmas hullámzásokon fog keresztül menni, főleg belül, mert a külső, a forma az le van szabályozva, sőt, szándékosan le van szabályozva a forma. Ne kívül hullámozzál te! Ne vetítsed rá a világra azt, ami benned van. Belül intézd el. Ebben nem vagy egyedül, de teljesen magadra vagy utalva. Tehát mindenki ezt csinálja körülötted, de benned saját magadnak kell rendet tenni. És éppen ezért a kölcse mindig illúzióvesztés, mindig önképátalakulás, mindig lepusztulás és újraépülés, és közben megerősödés, hogy mindez nem te vagy. Ez a karma, amit létrehoztál, ez a terméked, de a tudatod a gyár, és a tükör, és a minőség ellenőr. A kölcse a 90 nap, amiért én most megköszönöm a budhákat és pátriárkákat, Nyári kölcse a butha idejétől van, nyári monszun idején behúzódtak az erdőbe, később remetességekbe, és ott ültek. És Pajcsangzen mester, ugye a 7.-8. század környékén Kínában azt látta, hogy télen is kéne egy ilyen, mert annyi ember van ott a kolostorokban, akinek nincs mit csinálni, hogy egy három hónapos téli elvonulás is szépen a tizedik holt hónap 15. napjától elindult, úgy, ahogy a nyári a negyedik holt hónap 15. napjától indult, és így a x 90 nap az kb. 1200 éve a miénk, és ebből a nagy mahajana kultúrából, ami nagyjából a mostani Kína, Korea és Japán, csak Dél-Koreában maradt meg, és így eljött hozzánk is. Tehát a mahajana kultúra további országaiban a történelmi társadalmi változások tüzében a 90 naposok elhamvadtak, elégtek. És hogyha egy picit is tapasztaltál ebből akár egy hetet, akár egy hónapot, akkor látod azt, hogy ez mire képes, és akik szerencsések annyiban, hogy a 90 napot végig tudták ülni, azok látják, hogy a lélekben milyen eszméletlen haladást, tudatosodást, megvilágosodást el lehet érni azáltal, hogy az energiádat befelé fordítottad, hogy mertél látni, leválasztódni és letisztulni, és ebben másoknak is segítettél, mert ugyanazt a napi rendet követed, mint a többi, ugyanazt az ételt eszed, és ugyanúgy a viselkedéseddel segíted a másik haladását. Megkérdezzük, hogy három hónap, hát az olyan hosszú. Igen, hány évig élsz a Földön? Nem lenne jó egy kicsit szervizbe küldeni az autót? kicsikét leporolni, alkatrészt cserék, új üzemanyag. Nem kéne? Három hónap nagyon rövid idő. Egyik legnagyobb áldás, amit ránk hagytak, ez a 90 napos elvonulás a csoport kultúrájával együtt. Mert azt már mindenki látja, akár részben, akár egészben részt vett, hogy ez nem csak olyan, hogy egybeöntök 20-30 embert, és akkor tessék, csináld. Itt a szabályok Tükröznek valami nagyon komoly hagyományt, és a hagyománynak azt a kultúráját, amely pontosan erre az irányra van kihegyezve, hogy ébredjek és segítsek ébredni másoknak. Úgyhogy a 90 napos nem tudom eléggé értékelni. Egyetlen egy személyes megjegyzés: 94-ben, 25 éve, sikerült az elsőt végrehajtani, amely sorsfordító volt, mert a 90 napos alatt láttam meg, hogy nekem ez az életforma kell. Nem csak az intuícióm a felszíne dobta az azt megelőző években, hogy jaj, de jó lenne, meg milyen jó lenne, meg hogy még annál is jobb lenne, nem. Ki kell próbálni. És hogyha neked ez bejön, akkor tedd az életformád részévé, és végképp nem szükségszerűen úgy, hogy hajatlan, hibrid, kóreát járt, szerzetes, nem szőrzetes. Tehát ez olyan dolog, hogy életforma kérdése. De a 90 napos az bármely életformának a része lehet amint ezt a melléket ábra mutatja. 2001 és 2 telén volt az egyetlen olyan tél az elmúlt 25 évben, amikor nem csináltam ezt, és olyan hiányérzetem volt, hogy eltökéltem, hogy onnantól kezdve egészen az aktív életem végéig nem lesz olyan tél, amikor ne ülnék egy 90 napost valahol. Úgyhogy ez azóta így is megy. Minél több ilyet csinálsz, annál jobban tudsz segíteni másoknak akár kint a mindennapi életben, akár itt a templomon belül. Azt, hogy te személyes hozadékként mit élsz meg, az huszadlagos. Tehát nehogy azt itt, hogy egyre jobban érzed magad az elvonulások alatt. Uh -huh. Nem. Másképp. Másképp és másképp. De egyre inkább abba a helyzetbe kerülsz, hogy ezáltal segíthess másoknak is letisztulni, és megtapasztalni a 90 napos áldásait. Ez biztos. Szumszán Zemmesterről rengeteg humoros és tanulságos történet maradt fenn. Így búcsúzó, mesélnél nekünk egyet? Ami... Nagyon szívesen. Volt egy fantasztikus tanítványa, aki sajnos már nincs velünk, Szubong Zemmester, és hát mindenki őt tekintette Szumszán Szünyém legfőbb utódjának. nagyon-nagyon óvatosan és bölcsességgel járt el a darma átadását, illetően, akár csak a hatodik pátriárka, és nem egy monolineáris átadást valósított meg, hanem nagyon sok zemmestert és darramestert avatott. Ennek az átadási vonalnak a részei vagyunk mi is. De Szubong szünnyim, ő azért nagyon ott volt a szerán, nagyon sokat gyakorolt, Szung együtt nagyon sok helyre utazott és tanított, szerzetes volt természetesen, aki esetleg ezzel nem lenne tisztában, Nekem szerencsén volt őt élőben hallani, az átadási ceremóniáján részt venni, és egy egyhetes elvonulás Szlovákiában az ő vezetésével zajlott 91-92 környékén, és én voltam a szolgálója. És azért az egy nagyon nagy dolog, amikor egy mesterhez közel vagy, és a szolgálaton keresztül egy kicsit kapsz belőle aztán ezt összecseréled a tanításával, ezt minden szolgáló elköveti, mint hibát, és a karmát később darmára kell váltani. Na most a darmára váltás, az a következőképpen zajlott, amikor hallottunk például olyan történeteket, amik Szungszánszúnyim és közte voltak. És az egyik ilyennel szeretném a kérdésedet megválaszolni. Szungszánszúnyim minden egyes tanítványának engedte a száznapos elvonulást, néha el is küldte őket száznaposra, amikor ott volt az ideje, vagy a karmájuk kicsit szorította. Ez egy egyéni elvonulás, nem csoportos. Ezt jól elő kell készíteni belül, hogy sikerüljön. Több hiba lehetőség van, és hát a tanítójával azért beszél az ember előtte, hogy letisztázza az időrendet, étrendet, stb., és akkor ezeket a hiba lehetőségeket minimalizálja. A hibák legnagyobbik az, hogyha föladja. És nagyon sokféle módon föl lehet adni testi betegség, agyam elszáll, hirtelen megjelenik valami a kikapcsolt mobiltelefonomon, tehát nagyon sok minden lehetséges, mint hiba. És az egyik nagyon érdekes hiba az, hogyha azt hiszed, hogy neked ez már megvan. Ez az egyik legnagyobb hiba, amit el lehet követni. Subong Sunim a Sierra Nevada-ban talált egy ilyen gyönyörű, fantasztikus, magas hegyi, mindentől elzárt, ilyen ideális elvonuló helyet, úgy, hogy akkor még voltak telefonfülkék, és a legközelebbi AT&T telefonfülk 18 kilométerre volt az ő ugye, kunyócskájától, és tényleg a civilizáció nélküli elképesztő Kalifornia. Azt kell tudni, hogy körülbelül ugye a kezdet után három hét, és a vége előtt három hét az egy ilyen érdekes, változó időszak, ezt hívom karmikus helyezkedésnek. Ez a kölcsében is megvan, tehát aki 90 napot vagy hasonló időszakot ült, az tudja, hogy ez a T plusz három hét és a végső T mínusz három hét, az mindig egyfajta ilyen változó időszak, kb. olyan, mint amikor napfelkeltekor úgy megébred a természet, és naplementekor ugye az állatok, madarak elkezdenek helyezkedni, hogy az éjszakára szépen fölgaljazzanak valahova, vagy befészkelődjenek. Szúnyim, 100 száznaposán is volt egy ilyen, nem tudni pontosan, hogy mikor, de az utolsó hónapban ő azt érezte, hogy neki tényleg már minden megy. Mennek a leborulások, az éneklés, az ülés, étrend, belőve, semmi gond, komolyan utazó magasság, 12 ezer méteren, felhők nélkül, teljes hajtómű, Miért kellene ezt az egészet még itt tolni? És ez a gondolat annyira beléette magát, hogy fogta, legyalogolt 18 kilométert, bedobott ilyen kis apró pénzt a telóba, és felhívta Szungszán Szönyimot a kontinens túloldalán Providence-ben, hogy Sir, minden megy. Nem probléma az időrend, az étkezés, a meditáció, az alvás, a kevés alvás, az évféli gyakorlat, minden megy miért fejezzem be ezt az elvonulást? És erre szungszánszönyém először angolul mondom, hogy mit mondott, aztán lefordítom. For all beings. Bum! És lecsapta a telefont. Tehát minden lényért. Ennyi. Tehát ha nem tudod a saját személyes sikeredet, kudarcodat meghaladni az elvonuláson, valójában nem segítettél senkinek. Az az igazi, amikor az ember elkezdi, végigcsinálja, befejezi, és utána nem büszke magára, és nem is hibáztatja magát. Megtette, és kész. Most innentől kezdve lehet látni, hogy Szumszánszony mentalitása nagyjából milyen volt, és hogy amilyen kedvesen és humorosan tudta tanítani az embereket, olyan kőkemény üzenet volt a tanításának a mélyén. Ezt koreaiul úgy hívják, hogy we you ne kang, kívül gyöngéd, belül erős. És ez egy olyan minőség, amit minden tanítónak, legalábbis az ázsiai normák szerint tudni kell. Ez nem ilyen öncüli bűncüli kis kedvesség, meg infantilizmus, meg egyebek. Uh -huh. Nem. Ez arról szól, hogy megfelelő látsággal kommunikálsz, de az üzenet, az nagyon egyenes, nagyon világos és kompromisszummentes. És így kap teljes tanítást az illető azon az úton, hogy be is tudja fogadni. Ha nincs más kérdés, akkor én ezzel a gyönyörűséges felütéssel szeretném zárni a mai Dharma beszédet. Megköszönöm azt, hogy a tanítóink tanítanak minket. Hogy Szungszánzen mester és az ő átadási vonala, Kyong Mangongszunin, Kionghozunin, Mind beletették azt az elképesztő energiát, amivel ez a hagyomány ide, Magyarországra eljutott. Most már szerintem előfeltételezés nélkül mondhatom, hogy gyökeret vert, és bennünk erőfeszítésünk mértékében meg is testesül. Döntsd el, hogy mit szeretnél ebben az életben vállalni. És az nagyon nagy hatással lesz arra, hogy kit vagy kiket vállalsz el ebben az életben. Én kívánom azt, hogy Mindannyian haladjunk az úton, érjük el a felébredést, a megszabadulást, megigazulást, megváltást, ahogy hívod, és ezzel a tiszta tudattal éljünk, és segítsünk minden lénynek a felébredés útját járni, hogy mindannyian megszabaduljunk a szenvedéstől. Köszönöm szépen a figyelmet!